Gyakran hallhattuk a tűzoltók szirénáit az elmúlt időszakban, hiszen augusztusig összesen 790 riasztás érkezett a lánglovagokhoz a vihar okozta károk miatt. Ez a szám tavaly az azonos időszakban csupán 181 eset volt Tolna vármegyében. Sokszor fákat csavart és kerítéseket döntött ki az orkán erejű szél, járműveket vagy éppen háztetőket rongált meg, de volt, ahol villámárvíz is kialakult. Mint azért, hogy magát a vihar károkat vagy azoknak a károsztatnak a következmény, kisebb anyagi károkkal járjanak. Ennek érdekében egyébként megint csak vannak olyan óvintézkedések, amelyeket a lakosságnak érdemes megejtenie. Ilyen például a vihar előrejelzéseket, ezeket célszerű folyamatosan figyelni, pláne azokban az időszakokban, amikor a média is ezt igyekszik a tudtunkra adni, hogy esetleg a vihar közeleg. Érdemes többek között a kerti bútorokat, sátrakat, pavilonokat összecsukni, elrakni, illetve a házi állatokról gondoskodni, és lehetőleg mi magunk se tartózkodjunk a szabadban vihar idején. Ha már a vihar egyébként megérkezett, és például kint találjuk magunkat egy strandon, vagy bárhol szabad területen, nyilván itt ezekben az esetekben vízben ne tartózkodjunk, igyekezzünk fedett, zárt helyiségeket keríteni, gépjárművel közlekedve ez is nagyon fontos a különböző közlekedési baleseteket elkerülve. Például érdemes a sebességet, a tempót értelemszerűen csökkenteni, mindig a látási és az időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedni. Adott esetben, hogyha ez indokolt, mert például annyira ellehetetleníti a sűrű eső egyébként a látási viszonyokat, itt akár a gépjárművel egy biztonságos helyen megállni és félreparkolni. A mélyen fekvő helyiségeknél, mint például a pincék, alagsorok, a vízkárokkal kell számolni, ezért célszerű azokat időben áramtalanítani. Az utakon pedig sok esetben segíthetjük a tűzoltók munkáját azzal, ha egy-egy kisebb faágat mi magunk teszünk arrébb.